Nyugodt déli forgalom szerdán a Péterfi iskolánál. Sajnos nem mindig ilyen békés ez a környék. Reggelente is az iskola idő leteltével ugyanis elég nagy zsúfoltság uralkodik a parkolók környékén. Bár ezt a szakaszt nemrégiben felújították, ehhez képest a tanárok és a szülők sem elégedettek. A problémának pedig több oka is van. Jelentősen kevesebb lesz a parkolási hely, mint lehetőség. A konvent épületében a két híd között körülbelül 1000 ember használja ezt az épületet. Óvoda, általános iskola, gimnázium, a szeretet otthon, a gyülekezetnek az intézményei. Tehát nagyon, nagyon nehéz megoldani a konvent körül a parkolást. Bejárni nem tudunk több okból is. Az egyik legfontosabb az, hogy az öreg templomnak, az evangélikus öreg templomnak a teljes udvara az a gyermekek számára játszótérnek van kialakítva, tehát nem alkalmas parkolásnak. Ez persze csak egy a sok megoldásra váró ügy közül. A szülők leginkább a fizetős parkolóhelyeket sérelmezik. Egyáltalán nem örülünk neki, mert reggel is, meg délután is, vagy délben, amikor jövünk a gyerekekért, akkor fizetnünk kell, még hogyha csak 25 forintjával, az is naponta 50 forint, és ha csak lehet, inkább nem használjuk. Most sokszor üres a parkoló, mert mi is a Rábak Vellénél állunk meg. Szerintem ez minden szülőnél ugyanígy probléma. Mind a mellett, hogy nehézkes a parkolás, és hosszú távon költséges is, az egyirányosított vonalak miatt az erre közlekedők nem egyszer száguldozva haladnak át az övezetben, amivel nem csak a kressz szabályait rúgják fel, de baleset veszélyes is.